Kapuvári siker a Bükki Gyermek Néptánc Fesztiválon. Csitei Gábor, a dr. Bars Jernő Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta, három csoport vett részt és ért el kimagasló eredményt. Ez a Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztivál, amit most már 18. alkalommal rendeztek meg. A rendezvény fő programgazdája az az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület. Ez az egyesület fogja össze országosan a gyermek és ifjúsági csoportokat, és minden évben, minden régióban, tehát Magyarország 7 régiójában fesztiválokat szerveznek, és hát az idejében tavasszal lett volna ugye Bükön a régiós fesztivál, de a járványügyi helyzet úgy alakította, hogy most ősszel került megrendezésre. Egy kicsit másképp, de azért sikerült a rendezvényt a szervezőknek lebonyolítani. Az Örökség Egyesület mellett a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetség volt még a programnak a szervezője. És mint ahogy ön is említette, művészeti iskolánk három csoportja vett részt a rendezvényen. Tudni kellett a programról, hogy szakmai zsűri előtt mérettettek meg a csoportok. Ez igazából most egy zárt kapus előadás tekinthető, hogy az volt, hiszen nézők nem vehettek részt a programon, hanem online felületen élőben közvetítették a programot, így a szülők, hozzátartozók, meg az érdeklődők nem maradtak le róla, hiszen megnézhették, illetve ma már YouTube csatornán is elérhető minden résztvevő csoportnak a produkciója. Tehát, mint említettem, három csoportunk vett részt a versenyen, a Kapuvár Néptánc Együttes ifjúsági csoportja, a Művészetiskola Kispatán csoportja Mihályból, illetve az iskola Süttyók csoportja Kapuváron. Mind a három csoport nagyon eredményesen szerepelt, az ifjúság együttes gömöri táncokat mutatott be, melyen aranyminősítést kapott a szakmai zsűritől, a Süttyók csoport maros magyarói táncokat mutatott be, ők ezüst minősítést értek el a rendezvényen, Kispatán csoportunk pedig szatmári táncokkal lépett színpadra, ők pedig kiemelt arany minősítést kaptak, illetve a szakmai zsűri a produkciókban tehetségesebbnek tűnő táncosokat is kiemelte, és iskolánkból Mészáros Emese a szólótáncos és egyéni előadás módjáért kapott egy külön díjat a szakmai zsűritől. A rendezvény érdekessége volt még, hogy az idejében a szakmai zsűri, tehát az országos szakmai szervezetek által felkért delegált zsűri mellett egy társadalmi zsűri is volt a programon. Ez azt jelentette, hogy minden résztvevő csoport egy szülőt delegálhatott a társadalmi zsűribe, és a társadalmi zsűri a szakmai zsűri mellett pontozta a csoportokat. A rendezvény kétnapos volt, és mind a két nap két-két díjat osztott ki a társadalmi zsűri. Gyakorlatilag a szülőkből álló zsűri a közönség véleményét közvetítette felénk, és így a iskolánk Süttyók csoportja október 23-a nap, amikor részt vettünk a versenyen, elnyerte az egyik ilyen külön díjat, tehát a iskolánk csoportja lett az egyik közönségdíj és a szülők által legjobb produkciónak ítélt közönségdíjas.